Megtartotta ez évi első képviselőtestület ülését a Német Nemzetiségi Önkormányzat. A határozatokról az önkormányzat elnökét, Tófalmi Mónikát kérdeztük. Döntöttünk a határidős feladatainkról, illetve dolgokról. Egyfelől törvényi kötelezettség, hogy minden év január 31-ig a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodást kell felülvizsgálni. Ezzel kapcsolatban a törvényi hivatkozásoknak megfelelően változtattunk, és mivel ez érinti a szervezeti és működési szabályzatot, így azt is módosítottuk. A másik törvényi kötelezettségünk, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásáról az elszámolást szintén ennek a hónapnak a végéig kell megtennünk, és az ezzel kapcsolatos döntést is meghoztuk. Napirenden szerepelt a Grassalkovics Antal általános iskola intézményvezetői pályázatának kiírása is. Igen, mivel igazgatóasszonynak a kinevezése ennek az évnek a tanév végén fog lejárni, ezért szükséges új pályázat kiírása. Most a mostani ülésen gyakorlatilag a pályázat kiírásáról döntöttünk. Milyen évet zártak az intézmény az iskola szempontjából 2016-ban? Azt gondolom, hogy sikeres évet zártunk, hiszen nagyon nagy az érdeklődés az iskola iránt, hál' Istennek népszerű az iskola. Azt gondolom, hogy mi fenntartóként igyekszünk mindent megtenni, hogy mind a pedagógusok, mind a diákok jól érezzék magukat ebben az iskolában. Ahogy nyilvánvalóan igazgatóasszony is törekszik arra, hogy az iskolában minden feltétel szakmailag is biztosítva legyen az iskola zavartalan és jó működéséhez. Becsésen azonban a február nem lesz programokban hiány, hiszen készülnek a 40. svábára, és rétesevés is lesz. Igen, az idei évtől a Német Nemzetiségi Önkormányzat is bekapcsolódik a svábának a szervezésébe. Eddig is természetesen támogattuk, de az idei évben született meg az a döntés, hogy a Lumpen Klumpen Tánccsoport és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közösen fogja szervezni a svábát ettől az évtől kezdődően. Bízunk benne, hogy ezzel még színvonalasabbra, még sikeresebbé tudjuk tenni a rendezvényt. Az idén igen jubilál a svábbal, hiszen 40. alkalommal kerül megrendezésre a Bálint Ágnes Kulturális Központban február 4-én. Úgy tudom, hogy a jegyek már elfogytak, úgyhogy most már aki gondolkodik, annak már késő, mert már nem nagyon vannak helyek. Viszont ott lehet majd a 41-en, illetve elmehet majd a rétesevésre is február végén. Így van, a soron következő rendezvényünk február 26-án vasárnap a rétesevés, amelyet az idei évben is a Grassalkovics iskola tornatermében rendezünk majd meg. Sok szeretettel várunk oda is mindenkit. Reményeink szerint lesz az idei évben is lesz helyben sütött lángos, ahogy az előző évben is már erre volt példa. A Becsési Borbarátok Egyesülete, Pec Márton és csapata segítenek nekünk ebben. Aki esetleg valamilyen oknál fogva eddig még nem hallott a rétesevésről, hogy zajlik ez, illetve bárki oda mehet-e, mik a feltételei a részvételnek? A rétesevés az tulajdonképpen egy régi hagyomány Vecsésen, akkor még nem ebben a formában zajlott. Mi ezt próbáltuk felújítani, egy kicsit a mai élethez igazítani. Úgy zajlik, hogy gyakorlatilag vasárnap délután összegyűlünk az iskolában, és a fellépő csoportok adnak műsort. Itt az iskolások, óvodások szoktak nagyon színes műsort adni. A zeneiskola is bekapcsolódik ebbe, és utána egy kötetlen táncos délutánt lehet eltölteni, finom sütemények, elsősorban rétes mellett. Mindenképpen javaslom, hogy aki szeretne részt venni, az időben az intézményeknél jelezze ezt, mert ugye a hely az korlátozott, tehát hogyha asztaloknál szeretnének helyet foglalni, akkor mindenképpen időben jelezzék ezt.